Egy picit röviden értékelve az idei választást, sikerel bent az új testületben, hogy értékelendő? Köszönöm a megkeresését a helyi televíziónak. Először is szeretném megköszönni azt a 1014 szavazatot, amit kaptam elsőként és nőként. Úgy érzem, ezt a bizalmat meg kell hálálnom. A következő 5 évben minden tőle telhetőt megteszek annak érdekében, hogy szakmai tudásommal a helyi lakosság érdekeit és a jövőjét egyengessem. Nyilván kész programmal indult a választásokon, pedagógusként, emberek tapasztalatával, mindennapok tapasztalatával rendelkezik. Mi az, amit hiánynak lát, ami hiánypótlás lenne a városban, és ami egy picit fellendíteni, feljebb lendíteni? 25 éve vagyok pedagógus, és szinte minden napomat az iskolában, az iskola környezetében, a diákok körében élem le. Szüleikkel szinte mindennapos kapcsolatban vagyok, és azt veszem észre, hogy a diákokat, az ifjúságot össze kell fogni. Tehát én nagyon szeretném, hogyha jövőben ezt a lakosság is támogatná, és a szülők, a diákok, a gyerekek együtt gondolkodva létrehoznánk egy olyan éves programot, amelyben mindenki, a gyerek, az óvodás, a kisiskolás, a középiskolás, a szülők is részt vennének. Nagyon sok helyütt probléma, hogy az iskolák megszűnnek, az intézmények úgymond ellaposodnak, mert a gyermek létszám ezt indokoltá teszi ebben a kérdésben. Az iskola beiskolázása visszamenőleg évekre nehézségekbe ütközött, de úgy vettük észre ebben az évben, hogy a szülőket sikerült megnyernünk az iskola szakmai munkájával, és sikerült azt is elérnünk, hogy 33 fősre jött össze a 9. osztály. Meg kell győznünk a szülőket azzal a szakmai munkával, hogy ez a gimnázium, a 52 óta működő helyi középiskola érdemes arra, hogy a szüleik bízzanak az itteni tantestületben, az érettségi felkészítésben maximálisan egyére szabottan tudunk foglalkozni a gyerekekkel. Nagyon szép nyelvvizsga eredményeink vannak az utóbbi időben. Itt helyben a gyerekek tudnak járni érettségi előkészítőkre, felzárkóztatásokra, tehát a sikeres érettségi vizsga helyben elérhető. Nem kell kollégiumba küldeni a 14 éves fiatalt, a szülők napi kapcsolatban lehetnek gyermekeikkel, tehát mindenkinek azt ajánljuk a következő 8-osoknak, hogy ezt gondolják végig, és a pályaválasztásoknál ezt is vegyék figyelembe. És mit tudsz segíteni az idős korosztálynak képviselőként? A Szociális Bizottságban, hogyha helyet kapnék, és lehetőségem lenne ebben, mindenképpen szeretném, hogyha a nyugdíjasok éreznék, hogy még mindig tagjai a helyi közösségnek, és szeretnénk nekik velük együtt, megbeszélve persze, hogy milyen közös tevékenységeket szeretnének végezni, hogy ne érezzék magukat egyedül. Sokan vannak, akik egyedül élnek, rokonok, családtagok messze élnek, tehát nekik segíteni. Ebben szintén az ifjúságot gondolom bevonni, mert az önkéntes munka, ami ugye 50 órába kötelező az érettségi elvégzéséig, nagyon nagy támogatás lenne a helyi középiskola tanulói közül. Kulturális élet fellendítése. Nagyon sok rendezvény van Zalaszengróton és a részönkormányzatokban. Én úgy gondolom, hogy meg tudnánk szervezni, és meg is fogunk tudni szervezni különböző korosztályok számára egy olyan közös rendezvényt, amit a diákok, a szüleik együtt tudnának élvezni. Azt akarjuk, hogy érezzék, hogy ez a Zalaszengrót, ez az övüké, és a szabadidejüket tartalmasan el tudják tölteni. Új képviselőként hogy fogalmazná meg, milyen az élhető igazi város? Kisvárosban születtem, kisvárosban élek. Többször utazgattam életemben, tehát én jártam Párizsban, Amerikát is megjártam, töltöttem ott 3 hetet. Én mindig hazajövök ide. Nekem a kisváros az emberekkel való állandó kapcsolat, hogy nem tudok úgy végigmenni a város utcáin, hogy valaki ne állítana meg, és szurkolna nekem, és megköszönöm persze neki, hogy bizalmat szavazott nekem. Én úgy gondolom, hogyha itt tartalmas programok vannak,
a munkahelyek megteremtése is ugye a jövőben fejlődésnek fog indulni. Én úgy érzem, hogy ebben a kisvárosban vissza fog térni az az élet, amit többen ugye várnak, hogy ne legyen egy visszafejlődő település, hanem tényleg előremutató fejlődések legyenek, fejlesztések legyenek. Imádom, imádom Zalaszentgyörgyöt, azt kell mondanom. Miért vállalta az idei önkormányzati választáson a megmérettetést? Nagy szeretettel köszöntöm a tévénézőit és az újságolvasóit is. Először is hadd köszönjem meg mindenkinek a támogatást, hiszen önök nélkül nem sikerült volna, illetve a szavazók nélkül nem sikerült volna bejutnom Zalaszentgyörgyöt város önkormányzatában. Válaszolva a kérdésre, azért vállaltam a megmérettetést, hiszen úgy gondoltam, hogy Zalaszentgyörgyöt önkormányzatának szüksége van a fiatalokra is. A saját városomba fiatalként, 30 éven aluliként szerettem volna tenni a városért, fiatalos lendületet szeretnék hozni az önkormányzati munkába, természetesen alapozva az idősebb korosztály véleményére, tapasztalataira, és mindenképpen figyelembe véve az ő véleményüket is. A tanulmányok után visszatérve szülővárosába, mi volt az a felismerés, ami azt igazolta, hogy igenis itt egy picit másképp kellene, és mást kellene tenni? Hát a városért dolgozva korábban a turisztikában, megújítva a helyi kiadványokat, segítve a termálfürdő munkáját, és később, illetve az idei évtől GESZ vezetőként úgy gondoltam, hogy van még mit tenni a városban, illetve hogy nagyon sok feladatot, problémát mi magunk helyben tudnánk megoldani, jobb szervezettséggel bevonva a civil szervezeteket, és olyan közösségeket kialakítani, akik itt helyben együtt szeretnének tenni a városért. A GESZ vezetőségre visszatérve sokan aggódtak is amiatt, hogy a GESZ vezetőség, mint hangsúlyozom, közalkalmazotti munka, tehát nem köztisztviselői, nem fér össze az önkormányzati képviselőséggel, azonban a jelölti válásom előtt ezt én tisztáztam, tehát jogilag semmiféle akadálya nincs annak, hogy valaki közalkalmazottként önkormányzati képviselő is legyen egyben, illetve hát reményeim szerint így a korábbi testület által is elvárt információáramlás még hatékonyabb lesz a hatáskörünkbe utalt intézmények és az önkormányzati testület között. Milyen kapcsolatban áll jelenleg itt a fiatalokkal, idősekkel, a lakossággal? Hát koromból adódóan azért úgy gondolom, hogy jó kapcsolatot ápolok a helyi fiatalokkal. Nagyon sok barátom van mind helyben, mind olyanok is, akik hát sajnos elhagyták a várost, de az ő elvárásaiknak bár kicsit utopisztikusan hangzik a dolog, olyan várost szeretnék építeni, ami visszavárja őket, és visszavágynak majd. Hogy látja most a jelenlegi új képviselőtestület tagjait? Mennyire lesz gördülékeny és jó a közös munka? Én úgy gondolom, hogy egy nagyon jó testület fog összeállni. Bízok benne, hogy bárki bármilyen meszt is húzott, azért a mellkasán az Zalaszentgyörgyöt felirat fog virítani, és úgy gondolom, hogy egy csapatban fogunk játszani. Úgy látom, minden bekerült testületi tag azon van, hogy közös munkával és együttműködve kompromisszumokra készen dolgozzunk a városért. Az elkövetkezendő 5 évben van-e egy olyan fiatalos lendülettel kitűzött cél, mivé váljon Zalaszentgyörgyöt? Hát úgy gondolom, hogy Zalaszentgyörgyötnek egy olyan modern kisvárossá kell válnia, ahol igazán jó élni, ahol a mindennapi problémákat is meg tudjuk oldani. Mindezek mellett bízok abban, hogy sikerül nagyobb léptékű fejlesztéseket is véghez vinnünk, és hát a múltra alapozva a most és a jelenben sok mindent tudunk majd tenni a város fejlődéséért.
A helyhatósági választásokat követően hogy értékeli ezt a választást? Miért volt a bevállalás, a megmérettetés? Üdvözlöm a tévénézőket. Én először is szeretném megköszönni mindenkinek, aki támogatásáról biztosított, és minden egyes aktivistánknak, aki részt vett ebben a nagyon komoly munkában. A helyhatósági választásokat én úgy értékelném, hogy az a kitűző cél, amit megfogalmaztunk a kampány elején, az sajnos nem sikerült elérnünk, de a saját eredményemet értékelve én úgy gondolom, hogy a várakozáson felül tudtam teljesíteni, de ez mondom, hogy a választóknak köszönhető. Mi a cél új képviselőtestületi tagként? Hát nagyon sok célom lenne új képviselői tagként. Először is én úgy gondolom, hogy a gazdaság megerősítése volna az elsődleges feladata az új testületnek, de ehhez azt kell elérnünk, hogy a kampányt véglegesen befejezve és az árkokat betemedve együtt tudjunk dolgozni, és ehhez mindenkinek a segítségét kérném, és ha jól gondolom, akkor polgármester úrnak is ez lesz a célja. Vállalkozóként és itt élőként pontosan látja, mi az a javítandó, mi az az első lépés, ami a fejlődés érdekében meg kell, hogy legyen. Miként gondolja mindezt? Én úgy gondolom, hogy akik itt éltek, láthatták az eddigi fejlődését ennek a városnak. Nem beszélnék fejlődésről, mert erről nem tudunk beszélni, sajnos. És amit szeretnék, az eddig meglévő és most még meglévő működő üzemeknek a megerősítését. Ezzel kapcsolatban elmondanám, hogy januárban megalakult Keresztény Értelmiségi Szövetségbe elkezdtünk szervezni társadalmi eseményeket, fórumokat. Ezt nem fogjuk befejezni, ezt továbbiakban is folytatni kívánjuk. A következő meghívott vendégünk Hende Csaba miniszter úr lesz, és hogy miért is hívjuk meg őt. Egyrészt, hogy egy előadást tartson, másrészt pedig szeretném, hogyha a rekordnál egy üzemlátogatást tenne, mert én úgy gondolom, hogy nem csak a piacon kell megállni a helyét egy üzemnek, hanem ha állami beszállítóként is részt vehetne ebbe a piaci versenybe, az mindenkinek szerencsés lenne. 230 dolgozóról van szó, és minden tisztelet az eddigi vezetésé, hogy ezt a 230 embert még mindig munkába tudta tartani. Következő lépés, fiatalok megtartása, hogyan, miként lehetséges ön szerint? Sajnálatos dolognak tartom azt, hogy a főiskolát, egyetemet végzett fiataljaink elkerültek ebből a városból. Jelen pillanatban meg kell néznünk azt, hogy milyen lehetőségeink vannak, és fel kell mérni ezeket a lehetőségeket, tehát az iskolázottsági szintjét kell felmérnünk a településünknek, és az iskolázottsági szint alapján kell munkahelyeket teremtenünk. Lát erre reális esélyeket, hogy munkahelyek teremtődnek? Én látnék rá lehetőségeket, igazából azokból a lehetőségekből kell élnünk, léteznünk, amik adottak számunkra. A turisztika az egyik legfontosabb lehetőségünk, illetve kitörési pontunk lehet. Olyan adottságokkal rendelkezik Zalaszentgrót térsége, ami egyedülálló, úgy gondolom, hogy még Zala megyében is, tehát egy érintetlen természeti kincsekkel rendelkező térség vagyunk, és ezt kell kihasználnunk első körbe. Erre kell felkészítenünk a fiataljainkat. Én itt az iskolarendszernek a teljes átalakítására is gondolnék, tehát a nyelvoktatásnak a megerősítése, hogyha turistát várunk, a turista nem minden esetben magyar. És a külföldi turistákkal is szót kell értenünk, illetve érteniük majd a fiataljainknak. Mekkora az esélye annak, hogy rövid időn belül rohamos fejlődést láthatunk itt Zalaszentgrót és térségében? Én úgy gondolom, hogy első körben romeltakarításról lesz szó, és fejlődés csak utána indulhat. Ezt hol kell kezdeni? Az önkormányzat rendszerénél kell elkezdeni. A romeltakarítás arról is szólna, hogy a másodla, illetve a kis településeken, tehát részönkormányzatoknál élő emberek ne érezzék magukat másodrendű polgároknak.
Tehát mindig odafigyelve, és ez a legjobb szó, hogy odafigyelve az emberekre, és az ő gondjaikat, problémáikat szem előtt tartva kell a lépéseinket megtennünk. Mindig nyitva fog állni a lakosság előtt, az itt élő emberek előtt, mint képviselőnek az ajtaja? Természetesen vasárnap megtörtént a választás, én hétfőn már mentem át Zalakoppányba, hívtak az emberek, hogy beszélgessünk, és nagyon-nagyon el vannak keseredve. Nem a választás eredményével volt legnagyobb problémájuk, hanem volt egy projekt, egy szennyvízprojekt, ami már második éve dőlt be, és ezt a helyzetet, ezt nagyon sürgősen rendbe kell tenni. Az embereknek benn van a pénzük ebbe a projektbe, és várják, hogy mikor fog megvalósulni. Milyen város szeretne itt élőként, és mint szülővárosát tekintve is a jövőben? Én egy vidám város képzelek el, egy olyan vidám város képzelek el, ahol az emberek tudnak egymásra mosolyogni, és ha valakinek gondja, problémája van, akkor egyből 5-10 nyúlnak utána, és megfogják a kezét, és segíteni fognak. És a múltkori, illetve a mostani kampányban, ami egy kicsit úgy elmérgesedett, ezt a helyzetet még egyszer nem szeretném én átélni, mert az a sárdubálás, aminek tanúi voltunk, az semmire nem visz, tehát nem viszi előbbre a várost. Én úgy gondolom, hogy politikai színezettségtől mentesen kéne együtt dolgozni a testületnek. Én örülök neki egyébként, hogy a testület vegyes összetételű, sokkal tisztábban lehet a vitákat lefolytatni, és így mondom, hogy vitákat, mert a tisztább viták, azok előbbre viszik a várost is.